Gazdasági kérdésekről vitázunk, akkor a hangzatos állításokon túl egy idő után a számok, a statisztikák beszélnek és számítanak. Azok pedig mindent elmondanak arról, hogy önök, illetve ez a kormány hogyan tudta megvédeni a munkahelyeket. 2010-ben a nyilvántartott álláskeresők száma 583 ezer volt éves átlagban, de az év elején arra is volt példa, hogy meghaladta a 700 ezret. Ez a szám mostanra a járvány hatásait is figyelembe véve novemberre 300 ezer alá esett. Ez júniushoz képest, tehát már a járvány időszakhoz képest 80 ezres csökkentést jelent. Már annyian dolgoznak Magyarországon, mint januárban, tehát a járvány betörése előtti időszakban. Ez nem lenne így, hogyha a kormány nem hozott volna idejében megfelelő gyors döntéseket. Bértámogatások, beruházási támogatások, moratórium, most az elmúlt hetekben az otthonteremtési program kiterjesztése sorolhatnánk. Európai összehasonlításban is megálljuk a helyünket, mert a magyar munkanélküliségi arány az uniós átlagnak a fele. 4 áll szemben 8%-kal, a spanyol-görög adatnak pedig a negyede, az pedig jelentős különbség.